Négyzetméterre, erre igen. Az időszakra hozunk évelő növényeket ide meg ide. Igen. Önök kicsit így lazítsák föl, hát ássák föl, jó, mi akkor majd hozunk egy pár szerszámot, az önöknek is van, hozunk van a növényeket, de kirakjuk, és persze. akkor előtetjük, jó? Ez a rész azért is nagyon fontos, mert ugye itt helyezkedik el a patak, bár a fővárosi csatorna az esemélytek úgy hívja, hogy csatorna, de zuglóiaknak azért ez patak, és ez az egyik legszebb része lenne Zuglónak a patak mentén, és hogyha már a házak itt virágossá válnak, akkor reméljük, hogy majd a patak széle is egyszer virágossá válik, és akkor tényleg elmondhatjuk Zuglóra, hogy virágos, zöld Zugló. Pontosan annyi ilyen tápanyag granulátum van, ahány darab növény. Se több, se kevesebb. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy mindegyik növény alá pont egy megy. Ezt bedobjuk ide az ültető gödör mélyére. És Kriszta megfogja a növényt, kicsit határozott, de óvatos mozdulattal. Hát nem szeretném leszakítani. Igen, de nyugodtan megfoghatod így, és akkor közös erővel szépen kijön igen, belőle. Ott a gyökeret kicsit. Jó lesz ember? Igen. Jó? Igen, amikor kiszedte a növényt, akkor beültetés, és arra kell odafigyelni, hogy ne túl mélyre ültesse, mert akkor elrohadhat, de ne is túl magasra, mert akkor kiszáradhat, jó? Erre kell odafigyelni az ültetés során. Három évben, ami a ciklusomból hátra van, mindent megpróbálok elkövetni annak érdekében, minél több választópolgár elégedett legyen a munkámmal, és a gondjaikat, a problémáikat megoldjuk. Köszönjük szépen a kedvet vezetésének, és nagyon örülünk ennek az akciónak, hogy ilyen volt, és nagyon szép és újszerű akció ez, hogy így a környezetet szebbé tudták tenni. Minden évben azért miért csinálgattuk ezt a kertet, de hát így ezzel a segítséggel még jobb lesz. A szerszámokat a Fiszkás biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Együttműködő médiapartnerünk az édenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.